rossz szigetelés, dohos nedves falak, a fűziradványi református templom évek óta felújításra vár. Most a kormányzati lehetőségeket kihasználva az egyházközség pályázat segítségével tudja elvégezni a belső felújításokat. A lambéria, amely itt megtalálható, már nincs megfelelő állapotban, ezt szeretnék lecserélni, illetve új, korszerűbb padokat szeretnének elhelyezni a szakrális épület belső területén. Erre a felújításra közel 15 millió forintot nyertek, és várhatóan a héten kezdődnek el a munkálatok. A tervek szerint még az éven szeretnék befejezni a felújítást. Pályázati pénzből fog megújulni a templom. Nagyon ráfér a belső részre, mert nedves, dohos padok tönkre vannak, az egyik részén van, amelyik pad még jó, de nagy része tönkre van. És külön köszönetet szeretnék mondani dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő úrnak, hogy közben járt abban, hogy ezt a pályázatot megnyertük, és ebből a pénzből tudjuk felújítani. Valószínű, hogy nem lesz elég a tervekre, amit beterveztünk, de bízunk benne, hogy össze tudjuk szedni a hozzávalót. Később, amint lehetőségük lesz rá, kívülről is szeretnék megújítani a templomot. Az elmúlt években több újításon is átesett a szakrális épület, azonban mindig akad olyan probléma, amit meg szeretnének oldani. Belső felújítások lesznek, műanyag lambéria van körbe a falon az alsó részen, 2 méter magasan, és alatta elég dohos a fal. Tehát ha egy héten keresztül be van zárva, vasárnap jövünk a templomba, amikor ki van nyitva, megcsapja az embert az a szag, ami onnan árad. Úgyhogy szakemberek szerint a lambéria alatt penészedik a fal, és azért. Úgyhogy a lambéria lesz leszedve, és akkor kap egy előtét falat a lambéria helyén, ami szellőzni fog. Az 1833-ban épült templom állapota még jó, és ezzel a felújítással szeretnék elérni, hogy még több évig használatban maradhasson az épület. A gyülekezet 52 főt számol, akik aktívan tevékenykednek a templom megőrzésén.